Nyugdíjas éveit otthon ülve is tölthetné, de helyette inkább, amikor csak teheti, fut a 73 évesen 40-szeres szenior futó magyar bajnok Justin Ferenc, aki a Csepeli Sportegyesületben kezdte el komolyabban űzni ezt a sportot. A sportoknak hiába, hogy az atlétika a királynője, de a maraton egy külön klasszis szintet képvisel. Eddig lefuthattam 23-szor. Futottam, ami megtetszett. Futhattam Firenzébe, Dublinba 3-szor, a Prágába. Szóval talán úgy tartom, már mégis magyarok vagyunk, hát a budapesti versenyekkel olyan szervezettek, de talán a legszebb úgy az a Firenzei volt, mert azért utána egy 4-5 napos városlátogatás, később Róma. Szóval képzeljék el, hogy a sporttisztelete mellett, szóval a múzeumok vagy a templomok ezeknek a világába élni. Hát 23 országban volt alkalmam, és a családomnak köszönöm, fiamnak. Szóval nagyon nem kellett senkinek a tarsójába nyúlni, hogy szenior sportba eredményesen szerepeljek. A széchenyi sportoló többször lefutotta már a maratoni távot, és mondhatni a félmaratonok már nem is igazán megerőltetőek számára. Az, hogy szerepelhettem budapesti világbajnokságon, én a futott időmmel neveztem, 1 óra 45-öt a félmaratonon. Volt egy belga sportolástársunk, idejött 1 óra 18 perccel úgy, hogy illik, szóval kenterbe vágott mindjájunkat. Itt a közeli országok közül talán Szlovákia az, amit legsokat versenyeztem, szervezettebb nékik a versenyeik, de hát nagyon panacra nekünk se lehet okunk, mert sok versenyünk van. Én most a terepversenyeken szerettek jobban megjelenni. 2 évvel ezelőtt volt olyan sorozatom, hogy 23 versenyből 23-at nyertem. A legjobb időm, hogy elmondjam eddig, az 62 éves koromban volt. A fél maratonon futottam 1 óra 31 percet, és abban az évben futottam maratonon 3 óra 27 percet, szóval ezzel úgy helyre vagyok téve. A külföldi versenyek mellett a legkomolyabb hazai futóversenyeket mindet teljesítette Justin Ferenc. Persze mindezekre komolyan felkészül a magyar szenior hosszú távfutó bajnokság. Legutóbbi szezonjában az olimpikon Szekeres Ferenc mögött ezüstérmesként végző sportoló. Hetente még az 50 kilométeret lehedzem, hogy hétvégén hely tudjak állni, vagy kerékpározok. Hát úszással nem dicsekedhetek, mert ez itt az kimaradt az életünkből. De ha engedi a napom, szóval akkor teszem a dolgomat. Felkészültem, megyek versenyre, annyit a fiataloknak üzenek. Szóval nem nosztalgia az én sport életem. Justin Ferenc kitartását és a sport iránti alázatát ajánlja, példaként a mai fiataloknak. Szinte minden hétvégén versenyzik, és még esze ágában sincs szögre akasztani a futócipőt.